Bemelegítenek a tornaórához a babicsos diákok az iskola focipályáján. Éppen itt a pálya mellett indul meg 2020 elején az építkezés. Egy új tornacsarnokot épít a szekszárdi Fekete Gólyák KC. A tervek elkészültek, a kivitelezőt kiválasztották a munkára, a szerződést pedig most írták alá a felek. A tornacsarnok kialakításához szükséges forrást a szekszárdi vállalkozásoktól befolyó TAU támogatásból finanszírozzák. A Fekete Gólyák ügyvezető elnöke elmondta, volt olyan helyi vállalkozó, aki 220 millió forintot ajánlott fel a csarnokra, más 40-50 millió forinttal járult ahhoz hozzá. Az épület megépítetése 2017 végén még 460 millió forintba került, ám azóta az építőipari munka drágulása miatt ez az összeg felkúszott 621 millió forintra. Így most a különbözetre a Magyar Kézilabda Szövetségnek kell rábólintania. Bízunk benne, ígérték ezek a cégek azt, hogy ha és amennyiben megkapjuk az engedélyt a módosításra, akkor kipótolják a különbözetet is, úgyhogy remélhetően ez hamar összeáll, ez a teljes támogatási összeg. Az iskola igazgatója azt mondja, erre a fejlesztésre nagy szükség volt, mivel eddig a tornaórákat sokszor kénytelenek voltak a kis tornateremben, valamint az iskola lépcsőházában megtartani. A mindennapos testnevelés feltételeinek a biztosítása ezzel nagyon-nagyon magas színvonalú lesz, hiszen ahogy itt a sajtótájékoztatóban elmondták az urak, ez egy magas színvonalú építmény lesz, tehát nagyon tudjuk használni mindenféle szempontból. A kézilabda sportákban nagyon sok kézilabdás van az iskolában, de nem csak a kézilabda, a kosárlabda, atlétika más sportágakban is ez szuper előkészítés lesz a gyerekeknek. Ács Rezső szekszárd polgármestere a szerződés aláírásakor azt emelte ki, hogy a Babits Mihály általános iskolában megvalósuló fejlesztés ismét egy összefogásnak köszönhető, ami nem új a város történetében. A munkacsarnokban helyet kap majd egy 1090 négyzetméteres pálya, vizes blokkok, öltözők és egy szertár is. Várhatóan 2020 második felében készülhet el a sportolásra alkalmas épület.